Az első szólista Fazekas Eszter klarinétos, a Tolnai Fusz János zeneiskola növendéke, Tari Gergely tanítványa. Eszti, mindenki hugija, fiatal kora ellenére már számos fellépésen, megmérettetésen vett részt. Az iskolai koncertek, kiállítás megnyitó hangszerbemutató és témaest mellett két éve a Tolna megyei klarinétos találkozó aranyminősítést szerzett, és még ebben az évben bejutott az országos klarinétverseny döntőjébe is. Idén sikeres felvételt nyert a Pécsi Művészeti Gimnázium klarinét szakára maximális pontszámmal, ahol Radics Miroszláv növendéke lesz. Rendszeres résztvevője a DDRF Symphony Band táborainak. Mindig mosolyos és ultra pozitív életszemlélete, rendkívül jó humora szebbé teszi azok napjait, akik a közelében vannak. A következő percekben John Williams The Tale of Viktor Navorsky című művét játsza, melynek motivumai ismerősen csenkednek azok számára, akik látták az Oscar-díjas Terminál című filmet Tom Hanks főszereplésével, de talán azoknak is, akik nem látták a filmet, hiszen ez a melódia meglehetősen népszerű. A film egy férfiről szól, aki New Yorkban, a JFK nemzetközi repülőtéren a váróteremben reked. Mivel nincsenek érvényes papírjai, megtiltják neki, hogy belépjen az államokba, ugyanakkor a hazájába sem térhet vissza forradalom miatt. A film ötlete, bármilyen bizarnak is tűnik, megtörtént eseten alakul. Mehran Karimi Nassiri 18 évet töltött a párizsi Charles de Gaulle repülőtér termináljában, mert egyetlen ország sem ismerte el állampolgárának vagy menekültnek. John Williams zeneszerző dalamai ismerősek lehetnek még számtalan filmből, csak példának néhány: Schindler listája, Indiana Jones, E.T., Star Wars, Harry Potter, Hegedűs a háztetőn, egy Gésa emlékirata és stb. Most azonban hallgassuk meg Viktor Navorsky meséjét Fazekas Eszter előadásában. Thank you.
A következő szólista a Tari Nagy Melinda, fugolista. Melinda tanulmányait a Szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolában kezdte, jelenleg a Bécsi Tudományegyetem művészeti karának végzős hallgatója. Diplomja koncertje a következő hétvégén lesz, ebből a műsorból hallhatunk egy kis ízelítőt a zenekar kíséretével. Mesterei voltak eddigi pályafutása során Ágostonné Béres Kornélia, Vas Erna, Hargáné Háromszéki Ágota és professzor dr. Habil Drakos Béla fugola művészek. Melinda zenei pályafutása mellett agrármérnöki diplomával is rendelkezik, sőt, jelen dolgozik ezen a területen. Ez a szokatlan kettőség rendkívüli teherbírására is tanúbizonyságot tesz, főként ha eláruljuk, hogy Melinda ezek mellett még a Dombóvári és a Bécsi Liszt Ferenc zeneiskolában is tanít furulyás és fugolista növendékeket. Cecil Chaminade, a 19. század második és a 20. század első felében élt francia zeneszerző nő koncertinóját hallhatjuk ma este tőle. Chaminade első darabjai 8 évesen írta, egyik legismertebb műve a koncertinó, amely 1902-ben született, minden valószínűség szerint a Párizsi Konzervatórium fugola szakos hallgatói számára vizsgadarabnak. Dallamos, könnyen érthető, világos szerkezetű, enyhén kromatikus harmóniákkal, impressionista hangzásvilággal és tipikus francia színezettel. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy könnyű műről lenne szó. Nem véletlen a műhöz kapcsolódó anekdota, mely szerint valójában bosszúból készült a darab. Eszerint egykori szerelmének egy fugolistának írta, aki nem őt vette feleségül. Efeletti csalódásában született meg a koncertinó, amely könnyűnek látszik, de a fugolistának igencsak fel kell kötnie a nadrágját, vagy akármiért, hogyha el akarja játszani. Most azonban egy hölgy adja erre a darabot, és a férj lesz az, aki dirigál, ami valljuk be többnyire nem így szokott lenni. Viszont ha mindenki azt teszi, amihez ért, akkor reméljük, hogy igazán tökéletes előadás lesz. Ha az urakat vagy a hölgyeket esetleg érdekli, akkor ott a forduljanak bizalommal a karmester úrhoz. A színpadon tehát Tari Nagy Melinda, fogadják nagy tapsal.
következő szólistát már több szerepben is láthatták a környékbeli zenei életben. Kolozsvári Gábor, a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola részfúvós tanára, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar és az Aliszka Breszben karmestere. Zenei tanulmányait a Tolnai Zeneiskolában kezdte, és mai napig hű maradt a Tolnai Zenekarhoz. Diplomáit a Szegedi Tudományegyetem Művészeti Karán és a Zeneakadémián szerezte. Nem sokára felcsendülő mű Gábor életében Bakancs listás helyet foglal el. Bert Appermont, ma is élő belga zeneszerző, zenepedagógus, karmester, aki a szerző, akinek a gondolatai nagyon illenek a mai estéhez. Azt mondta, amikor az emberek összejönnek és zenélnek, valami történik. Nem tudom mi az, de hálás vagyok, hogy részese lehetek. Remélem a zenén a szívedhez tud szólni, és a kapcsolat és az öröm pillanatait hozza el a számodra. A zeneszerző munkájuk között van könnyű zene, gyermekmuzsika és musical is. A most felhangzó Colors for Trombone című műve egy négy tételes versenymű szóló harsonára és koncertzenekarra. 1998-ban komponálta a szintén belga harsonás Ben Hamhaas számára. Minden tétel egy-egy színre épül és jellegzetes zenei megoldások jellemzik. Első tétel sárga. A melegség, az energikus szárság színe inspiráló és ösztönző boldogságot, kiegyensúlyozottságot áraszt. Második, piros. A dinamizmus az erő színe, bátorságot és szenvedélyességet sugall, de válhat dühössé és harcossá is. Harmadik a kék, a remény és a béke színe, melankolikus, álmodozó, lebegő érzés. Negyedik zöld, a megújulás, a harmónia színe, reménnyel és várakozással teli hangzások. A mű nagy kihívást jelent mind a szólistának, mind a zenekarnak. De hallgassuk meg, milyen színeket varázsol nekünk Kolozsvári Gábor.
És most néhány percre, amíg a zenekar tagjai egy kis lélegzethez jutnak, a zenén kívül valami másról beszéljünk, mert azért megjegyezném, hogy a csodálatos szólisták mellett azért a zenekar teljesítménye fantasztikus. Ilyen koncentrációval dolgozni, ez nagy dolog. Most azonban beszéljünk valami másról egy picit. A 2023-24-es tanévben is, most már hagyományos módon, a zenekar megszavazta, ki legyen az év zenekari zenésze. A díjat olyan ember kaphatja, aki a zenekarban betöltött szakmai munkája mellett emberi és csapatjátékosi hozzáállásával előre viszi a közösséget, a zenekar ügyét. Mielőtt eláruljuk, hogy ki a díjazott, engedjék meg, hogy pár szóval méltassam őt. A zenekari próbákon szinte kivétel nélkül jelen van, és nem riad vissza attól sem, ha otthon kell gyakorolni. Napi szintű kapcsolatban van hangszerével, amelyen nem csak ebben az együttesben hallhatjuk. Az utazások alkalmával mindig számíthatunk a segítségére. Korát tekintve belefér éppen az ifjúsági kategóriába, mondhatni régóta fiatal. Példaként jár két fia előtt, akik szintén együttesünk tagjai. Hát ezekből a sorokból ő már biztosan magára ismert, sőt talán mások is rájöttek, hogy kicsoda ő, így nincs miért tovább húzni az időt. Az idei év zenésze díjat idősebb Létai Péterre jár. Illetve Csiszár Péter, aki pedig a Charlie Band szakszofonosa. Ez egyedülálló a helyi zeneiskola történetében, hiszen jazz konzervatóriumban még senki sem felvitelizett innen. Izsó kisgyerekkora óta a Tari Gergely növendéke a Tolnai Fusz János zeneiskolában, emellett tagja a Szekszárdi Junior Stars Big Bandnek és a Human Press Bandnek, bocsánat. Nehéz dolog tehát ez. Fő hangszere a tenor szakszofon, mégis a mostani szóló darabban alt szakszofonon csillogtatja meg tudását. A felhangzó Caprice for szakszofon Steven Bula, ma is élő 1953-as születési amerikai zeneszerző műve. A szerző 1973 után New Yorkban kezdett dolgozni, majd Washington DC-ben az Egyesült Államok tengerészgyalogos zenekarának fő szerzője és hangszerelője lett. Művei elhangoztak a Fehérház hivatalos eseményein, az elnöki beiktatásokon, az állami fogadásokon és temetéseken. Készített zenéket a NASA dokumentumfilmjeihez és az ÜDV hadseregnek is, sőt később 15 évig vezette is a zenekarukat. John Williams zeneszerző, akiről a koncert elején már esett szó, nemzedéke egyik legeredményesebb zenészének nevezte. Caprice for szakszofon darabja egy laza szerkezetű, háromtételes, virtuóz darab, tele izgalmas ritmusokkal és kiszámíthatatlan fordulatokkal. Hallgassuk Létai Pétert. Izsó! Péter még bennem van.
egy igazán romantikus mű következik, melyet Felker Dávid szólaltat meg trombitán. Dávid, akit a zenekarban mindenki csak Dokinak szólít, a Tolnai Zeneiskola és Epp Attila egykori növendéke volt. Nagyon megbízható, alázatos fiatalember, szinte nincs olyan próba vagy fellépés, ami nélküle zajlana le. Nem véletlen, hogy első alkalommal ő kapta meg az év zenésze díjat a zenekartól. Dávid gondolatait tolmácsolom. Már közel 15 éve játszom a zenekarban, és mindig is örömmel töltött el ebben a csapatban muzsikálni. Így nagy megtiszteltetés, hogy most szólistaként állhatok ki ezzel a darabbal. Mikéle Magnani Téma trombitára című darabját fogják hamarosan hallani. Magnani olasz klarinétos, zeneszerző és karmester, számos zeneszerzői díj birtokosa, több zenekar vezetője. Kezdetben zenészként dolgozott, de gyorsan kiderült, hogy a zeneszerzés és a zenekarok irányítása az igazi hivatása. A most felcsendülő kellemes, dalamos művet Marco Piero Bonnak, a kiváló olasz trombitásnak ajánlotta. A mai napon Marco magyar hangja Felker Dávid.
És akkor az utolsó előtti műsorszám szólistája Sági Róbert. Robi a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium trombita szakos tanulója, ám a Tolnai Ifjúsági Zenekarban az ütő hangszeres szólamot erősíti, valamint ő is tagja a Human Brass Bandnek. Logikusnak tűnő következtetés tehát, ha azt gondoljuk, hogy Robi ma vagy trombitán, vagy ütőhangszeren játszik szólót, ám ez nem így lesz. Nagyon különleges produkcióval készült ma estére, egy egészen különleges hangszeren fog bemutatkozni, ami valójában nem is hangszer. Szóval ez a jellegzetes hangot kiadó szerkezet az írógép, amit talán a fiatalok már nem is ismernek, hát most kivétel persze a zenekar tagjai, de mi, akik nem vagyunk annyira fiatalok, vagy már nagyon régóta azok vagyunk, a mi fülünkben még ott kaptuk ez a jellegzetes írógép hang. A fiataloknak mondom, hogy nem is olyan régen még ilyen tárgyakat használtak az emberek, számítógépek, mobiltelefonok és tabletek, de főleg nyomtatók helyett. Ha már nem ilyen remek, bár kicsi lassú és memória nélküli szerkezeteken dolgozunk, ezeken bizony a leírt szöveg elég nehezen volt javítható, mert azonnal kinyomtatásra került. Szóval kellett neki valamilyen más szerepet találni, így lett belőle hangszer. Hát majd kiderül, hogy önök szerint megállja-e a helyét egy fúvószenekarban az írógép. A szerző Leroy Anderson, amerikai komponista, aki John Williams, már megint őt idézzük, a könnyű zenekari zene nagymesterének nevezett. Kezdetben tánczenekarokat vezényelt és orgonistaként dolgozott, később több szerzeményében házasította össze a komoly zenét a jazzszel vagy a könnyű zenével. Egyébként folyékonyan beszélt angolul, németül, dánul, norvégul, izlandiul, svédül, franciául, olaszul és portugálul. 1942-ben csatlakozott az amerikai hadsereghez és a feltárítőknél dolgozott, mint tolmács. 1945-ben a hírszerzés skandináv részlegének a vezetője lett. Közben folyamatosan komponált, nem csak komoly műveket, ismert slágere a Blue Tango. Ez volt az az instrumentális felvétel, amelyből először adtak el 1 millió példányt a világon. Darabjaiban gyakran használt kreatív megoldásokat, írógép, csiszoló papír. Az most nem lesz. Következzen tehát Leroy Anderson, az írógép. A művet Sági Róbert leíratában hallhatják. Thank you.
számítottunk a sikernek, mondhatnám, hogy nem számítottunk rá, tehát valójában bíztunk a nagyszerű fiatalokban, a szólistákban, a zenekarban és természetesen az értő és megértő közönségben. Ezért rá egy olyan darabbal készültünk, a lezárása lesz a koncertnek, egy régies hangszeren előadva, Beck Szabolcs tubán fog játszani. Martin Sárnál, osztrák zeneszerző darabjának címe a Farmer tubája és József Hofer tubaművész számára íródott 2012-ben. A zeneszerző ezt a szólódarabot barátja és a Viera Black együttesre akarta szabni. Azért mondom ilyen nehezen, mert le akarta googlon és lebetűzte nekem. Így nehéz volt kitalálni, hogy kell mondani. Tehát még egyszer Viera Black együttesre akarta szabni. És az eredmény egy funky stílusú dal lett, amely ritmikailag és technikailag is sokat követel a szólistától. Idővel a Farmer tubája József Hofer védjegyévé fejlődött, a Viera Beck koncertjein és számos tisztelője szinte követelte, hogy készítsen egy hangszerelés szóló tubára és fúvós zenekarra. Hát a cím egyébként nem véletlen, József Hofer nem csupán zenész és zenepedagógus, hanem a Kitzbühel melletti osztrák Oberndorf faluban egy farm tulajdonosa is. Ma este Beck Szabolcs játssza a tuba szólót. Szabi idén érettségizik a Tolnai Gimnáziumban. A helyi zeneiskolában kezdte tenorkürtön a zenei tanulmányait, aztán később egy kényszerű váltás miatt folytatta a tubán. Több zenei formációban is játszik, nagyon muzikális fiatalember. Gyakran látogatja az ifjúsági fúvózenekar utánpótlás zenekarának a próbáit is, segíti a fiatalabb tagokat jelenlétével és tanácsaival a próbákon. Hát ahogy mondtam, tulajdonképpen ez már ugye a ráadás szám lesz, és bízom benne, hogy jól érezték magukat ma este, várjuk Önöket a következő koncerteken is. Kérem, hogy távozóban ne kerüljék el a bejáratnál elhelyezett adománygyűjtőt, és támogassák a zenekar egyesületét, remélem, hogy ott van ez az adománygyűjtő. Minden segítség számít, viszont látásra, viszont hallásra. Előbb azonban hallgassuk meg együtt, hogy lehet tubával virtuóz funky szólót játszani. Beck Szabolcs. Thank you.